itt Gere Dávid, nemzetközi skander bajnok. És én egy átlagos kondisrác. Ma vele és a tanoncaival fogok megmérkőzni, viszont van egy elég nagy probléma. Borzalmasan szkanderozok. Úgyhogy itt is vagyok Dávidé kezdő termébe, hogy ezt orvosolja. Három technika van. Én javaslom az első kettőt, mert a harmadikat azt nagyon profiknak javasol, könnyen lehet kéztörés. Amit én mindenképpen szeretnék elkerülni, úgyhogy hegyeztem a fülem. Az első technika az, hogy megfogod a kezemet, becsavarsz, és testből ledőlve lehúzol. Ilyenkor próbáld meg a könyöködet így ide levinni. Ahhoz, hogy tudjam húzni, az nekem is le kell hajolnom, és akkor tovább tudom húzni. Egyszerű lefejelni a pannak a szintjét. Természetesen csak így vizualizálod a dolgot, még mielőtt bárki szó szerint venné. A következő technika, fokról, külsődés, az annyit jelent, hogy az embernek az ujját próbálod leválasztani. Mint hogyha meg akarnád nézni az órádon mennyi az idő, tehát kifordítod a csuklóját, és így viszed végig. Na most ez nem tudom miért van így, de hogyha egy embernek kifordítod a csuklóját standardba, akkor legyen erősebb bicepsze nálad, akkor is végig tudod vinni. A harmadik technika pedig a press, azon, amit nem javaslok, ez fontos, nem javaslom. Amit nagyon sokan csinálnak, hogy így megpróbálják lenyomni. És ilyen pozícióba kerül az ember, hogyha erősebb, és engem innen ki tudsz rántani, hogy eltörik a kezem. Ezért van az, hogy például a vabbak az asztánia ész életükben, konkrétan 6 éves kortól, nem tudom, 40-ig, nagyon brutálisan edzenek a presszre, mert teljesen átdeformálódik az ízület, ízszalag, csontozat, minden, tehát nekik nem nagyon fog eltörni a kezük, de aki ezt nem csinálja, annak nyilván igen. Ezután Dávid megismételtette velem ezen technikákat, amit kisebb-nagyobb sikerrel sikerült is kivitelezni. Ennyi a lényeg, hogy a csuklódat is így emeld meg, de külön így lehet edzeni. Beraksz valamit, ide teszel egy szallagot, és akkor csak emelgeted a csuklódat. Máté, te mi a fasz csinálsz? Ja, csak szkanderre edzek. Mire gondoltál? De és amikor ez egy szkanderos már így koncertjára halljátod, ő meg így megszakad a rögést, akkor így tudom végezni magam körülbelül. Versenyen az szokott lenni, befeszül két ember egymásnak, ez azért van, tehát ennyit fogsz érezni, most én itt szimulálom, húzom és tollak. Ez azért van, mert amikor a bíró azt mondja, hogy go, akkor olyan hirtelen történik minden, hogyha te nem feszülsz rá, akkor már lent vagy. Próbálj meg nekem feszülni, érezek egy mellizomba egy ilyen táragató tolós érzést, és érezzem azt, hogy húzol is, és nekem feszülsz, egy kicsit csuklózgatsz is, de nem annyira, hanem csak egy picit, és akkor így úgymond egyenlő esélyekkel tudtok elindulni. Így, hogy már az elmélet megvan, Dávid bemutatott pár gyakorlatot, amit végezni szoktak. Szóval minden edzésünk az pont azt imitálja, amit az asztalnál csinálunk. Az első dolog, amikor az asztalnál odaállsz szkanderezni, az, hogy becsavarod az embert. És ezt ez az eszköz imitálja legjobban. Úgy kell ezt használni, gyere ide, légy szíves. Ezt így fel kell tekerni, jobb kézzel, ez így most fel van tekerve, ez így ki akarja tekerni a csuklódat. Na most itt beállsz, a kezedet ide rakod, így támasztod, lehúzod, és csak csuklóból mozdulsz. Ilyeneket csinálsz, igen. Amennyire csak tudod törve. De mivel ez az eszköz köszönhet 20 000 forint, és kizárólag külföldről lehet rendelni, így magyar ember révén van egy költséghatékonyabb megoldás is. Magnézium plusz B6 tabletta. 30 kilóval csuklóztam, én ezt egy kicsit összetörtem, de ez is ugyanazt a célt tudja elérni, mint az, csak sokkal rosszabb. És jön majd most egy olyan egyesületi tagunk, legalábbis remélem, hogy ha az ő kezét akarod megfogni, akkor körülbelül ezt fogod érezni, hogy így egyenesek lesznek az ujjaid, akkor a kezem van. Tudom, hogy ez nagyon viccesen hangzik, de újra is szoktunk edzeni. Annyi a lényeg, hogy ide rakd be ebbe a hajlatba ezt a falakot, és csak újból húzd le. Leginkább azt érzed, hogy itt a csuklónak az alsó része fáj. Na most például a hegymászók, ezért nagyon jók standardben, mert nagyon erős az ujjuk, és ezt a pozíciót nagyon fixen tudják tartani. Bármilyen mihez ilyen nagyon erős csukló kell, azok az emberek nagyon könnyen át tudnak jönni skanderbe, és nagyon rövid idő alatt nagyon jók tudnak benne lenni. Tehát röviden, tömören én nem skandere vagyok kitalálva. Aztán még egy újabb gyakorlat, ez hát látszódik, hogy ez egy ilyen alap grip, ide berakod a kezedet. Leginkább a skanderbe az alsó kettő ujja fontos. Ez azért van, mert van olyan technika, aminél azt akarják, hogy le legyen választva az ujjad. Ezért kell az ujjakat megedzeni, hogy az embert meg tud úgy fogni,
össze tud úgy szorítani, hogy ne tudjon meglógni. Általában ezt az alsó kettő ujjal szoktuk, ott a legcélszerűbb. És egy könnyed kis gyakorlatból igen gyorsan nehéz lett. Tudom, nagyon érdekes a skandál felszerelés, amit itt eddig bemutattam, főleg, hogy egy judó is előkerül. Ezt a csomót itt megfogom. Ezzel például tudom szimulálni azt, amikor mondjuk toprollozok, ugye ki akarom törni az ellenfél csuklóját, tehát hogy így elképzelem azt, hogy megfogom a kezét, és akkor erre megyek, hogy így megnézem, hogy mennyi az idő az órában. Megint mutatom azt is, hogy a súlyzóval hogy lehet edzeni, és van értelme. Csak hogyha itt megnézed, akkor itt a tenyerednek a közepét akarja lehúzni. Tehát ez nem mondom annyira hatékonynak. Viszont hogyha ide leteszed, akkor itt konkrétan ki akarja tekerni a csuklódat. És ezért célszerű így edzeni csuklózásra. Hogyha nagyobb súlyjal csinálod, akkor nem túl kényelmes ez a hátnak igazából. Szóval akkor célszerűen ilyen hengereket használni. Valószínűleg láttatok már ilyen videókat, és megfordult a fejetekben, hogy ennek mégis mi értelme? Minél jobban eltávolodsz, annál nehezebb dolgod lesz nyerni. Szóval, hogyha valaki szkanderozik, az már megszokta azt, hogyha veszítésre áll, akkor is dől utána. Tehát nincsen értelme, hogy negatív tartományt edzünk súlyzóval. Ennyi. Skander röviden tömören. Más nem volt hátra, mint az elméletet beültetni a gyakorlatba. Első meccsnek Zsoltival mentem egyet. Elindítasz minket? Bú, hogy indítsanak? Ne, hát csak szóval. Hát tudom, milyen amatőrök vagyok, nem tudom, hogy megy ez. Ezt felejtsük is el inkább, mint ha meg se történt volna. Majd egy kis Skander specifikus bemelegítés után egy kis XP-t akartam gyűjteni, mielőtt a boss-t próbálnám legyőzni. Ő itt Gábor, aki 17 éves és 63 kiló csak a kontextus kedvéért. És hát komolyabb probléma nélkül lenyomott. Egyébként ő nem csak baromi erős, de a csatornára is fel van iratkozva, úgyhogy légy olyan, mint Gábor. Következő ellenfele Marcel, aki 91 kg súlya mellé mindössze 15 éves. Nem tudom, mit csinálnak a skanderos gyerekek, de én így néztem ki 15 évesen. Nekem is igazán elmondhatták volna. És egy hosszas meccsen, nagy küzdelemben végül kikaptam. Majd ez a bácsi állított be a terembe, aki nem más, mint Száz György, négyszeres világbajnok és 8-szoros Európa bajnok, a sport igazi legendája, aki felvértezett pár extra tippel a nagy mérkőzésem előtt. Semmi már. Na de ez azért túl könnyűnek tűnt, most komolyan a videó miatt hagyta magát. Nem, én valóban megvertem Dávidot, viszont bal kézzel. Amire ő nem edz. Wow, jó, oké, nyugalom. A jobbkezes meccsünk így ment. Úgyhogy ha megjöttök edzett skanderozni, Dávidékat meleg szívvel ajánlom, minden információt megtalálsz a kitűzött kommentben. Addig is minden jót, sziasztok!